A program az Európai Unió támogatásával valósult meg, és célja a műszaki és természettudományos életpálya népszerűsítése, illetve a felsőoktatásban születő kutatási eredmények bemutatása. A program elsősorban a középiskolás fiatalokat célozza meg. A cél, hogy minél több fiatal érezze úgy, hogy van értelme műszaki vagy természettudományos karokon tovább tanulni. Ehhez az kell, hogy lássák azt, hogy ezzel milyen sikereket lehet elérni, illetve milyen életpályák közül választhatnak. Ha kutatás fejlesztésről és innovációról beszélünk, kutatók nélkül nem megy. Tehát azt látni kell, hogy Magyarországon ma 37 ezer a kutatói létszám, ennek egyébként jelentős része vállalati kutatói létszám, és ahhoz, hogy az évtized végére valóban elérünk egy áttörést, ennél jóval több kutatóra van szükség, különösen a műszaki területeken. Így aztán útnak indult a roadshow, amelynek állomásain középiskolások és egyetemi hallgatók találkoznak egymással. Járjuk az országot, és igyekszünk valamennyi olyan fiatalt megszólítani, aki ezeken a területeken dolgozik, és eredményeket ért el, hogy mutassa meg. Mi ezekre videókat készítünk, és a Facebook oldalunkon és a különböző csatornákon, így például ebben a műsorban is igyekszünk bemutatni őket. Most például a Debreceni Egyetemre látogatunk. A Debreceni Egyetem természetföldrajzi és geoinformatikai tanszékén dolgozó kutatásvezetők és fiatal kutatók munkájuk során igyekeznek összekapcsolni a természetföldrajzi és geoinformatikai kutatásokat, azaz természetföldrajzi megfigyeléseket tesznek geoinformatikai módszerekkel. A tanszék folyóvizes laboratóriumai, szélcsatornája lehetővé teszi, hogy árvizekhez, belvizekhez és szélerózióhoz köthető kutatásokat végezzenek úgy, hogy eredményeiket a legmodernebb eszközökkel rögzíthetik. Ezek közül kiemelkedik például a nagypontosságú GPS mérőkészülék. Kutatásainkban nagyon nagy szerepet játszik a digitális domborzatmodell, a felszínmodellek, és egy ilyen készülékkel nagyon hatékonyan tudunk nagyon sok adatot gyűjteni, ami nagyon megkönnyíti azt, hogy aztán megfelelő mennyiségű adatunk legyen, és ezt aztán össze tudjuk vetni más jellegű adatbázisokkal, például űrfelvételekkel is. Az előbbiekben bemutatott differenciális GPS eszközzel mérek fel dombsági és síksági terepen pontokat, magasságadatokat, és ezekből a magassági adatokból pedig felületmodelleket építek, háromdimenziós felületmodelleket, amelyeket később összehasonlítok különböző térinformatikai módszerek alkalmazásával. Az egyetemen a kutató munkám igazából mezőgazdasági területek felszínborításának vizsgálata, bizonyos meghatározott növénytípusok elemzését végzem el műholdadatok felhasználásával. A másik kiemelkedő módszer a multispektrális és a hiperspektrális technika, amely lehetővé teszi látható és nem látható tartományok fényképezését. Műszer működési elve az teljesen megegyezik azzal, ahogy egy műhold is rögzíti a felszíni adatokat, és a különbség az, hogy itt nem a nap szolgáltatja az elektromágneses sugárzást, hanem van egy saját fényforrás. Így tulajdonképpen létre tudunk hozni az egyes anyagokról, amit be tudunk tenni a száloptika végén lévő szonda alá, egy spektrumkönyvtárt. Tulajdonképpen, amikor mi azt mondjuk, hogy egy adatbázist feldolgozunk, akkor a különböző eredetű adatokat, tehát a felszíni, magassági adatokat, a felszínről készült, a kollégám által már említett spektrális adatokat, ezeket mind együtt használjuk föl, és ezekből komplexen tudunk egy kerekegységet kialakítani. Ez végül is a geográfiának a mai nagy feladata, egy komplexitás, egy egységet alkotni. Kutatásaikat a gazdasági szférában is hasznosítani tudják, hiszen a létrejövő elemzések segítik az európai mezőgazdasági támogatási rendszerek felülvizsgálatát, de megkönnyítik a földmérő irodákban dolgozó geodéták munkáját is.